Kik keretet hoztatok, többé már ne sírjatok, feltámad Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Köszöntöm a búzaszentelő szentmisénken mindazokat, akik kizarándokoltak ide a Majosa szállási emlékeihez, hogy egy év kihagyás után tovább folytassuk ezt a szép hagyományt. Örülök neki, a jelenlévőket látva, hogy ez az elmúlt esztendő, amelyben elmaradt ez a szép hagyomány, azért nem törte meg a lendületünket, és sikerült, Istennek legyen hála, ezzel a mai nappal, ezzel a mai szentmisével újjá indítani, újjá éleszteni ezt a hagyományt, ezt a szentmisét, amelyet szokásainknak megfelelően Kiskunmajsáért ajánlok föl, azért, hogy a Teremtő és Gondviselő Isten kegyelméből, segítségéből a majsai föld megteremje a mindennapi kenyeret mindazok számára, akik itt élnek. Az ember néha belenyúl a természet rendjébe a saját hasznára. De ez csak akkor lesz tartós, ha a változtatásban a természet feltételeit is elfogadja. Kedves testvérek, ezt az idézetet az ember és a természet, vagy mondjuk így a teremtés kapcsolatáról, egy olyan írónak a könyvében olvastam, aki nagyon sokáig nem volt része a magyar irodalmi kánonnak, Fekete Istvánról van szó. Aki a hitét, katolikus hitét a legnehezebb időkben is végig megvallotta. Ezt az idézetet tehát a Tüskevárból olvastam, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindent összefoglal mindabból ez az idézet, amelyet talán Matula bácsi mondhatott annak idején Tutajosnak, hogy hogyan is kell az embernek jelen lennie a teremtésben és a természetben. Azt mondja Fekete István, az ember belenyúl a természet rendjébe, de csak úgy szabadna ezt tennie, hogy közben a természet feltételeit is tiszteletbe tartsa. Ez a természetbe, a teremtésbe való belenyúlás megjelent a mai olvasmányunkban is, a Teremtés könyvéből, ahol azt hallottuk, hajtsátok uralmatok alá a földet, uralkodjatok az állatokon, a növényeken, az ég madarai. Sok olyan mai filozófus, ökológus van, aki ezt a mondatot teszi felelőssé az Ószövetségből azért, ahogy ma kinéz a világ. Szerintük ez a gondolat, ami egyesek véleménye szerint pedig téves fordítás, nem uralkodásról van szó, de mindenhol ezt olvassuk. Szóval, hogy az uralkodjunk a természet fölött, vezetett oda, hogy az ember azt érezte, hogy fölül van ezen a természete, hogy kívül áll, hogy fölötte áll a teremtés fölött, és a saját céljaira, saját vágyaira kiaknázhatja, kizsigerelheti, kihasználhatja a teremtést, ha éppen ehhez van kedve. Ez az uralkodjatok valóban félreérthető egy kicsit. Persze, ha tudnánk, hogy mi az uralom eredeti célja, akkor nem is lenne annyira veszélyes ez a mondat, mint amennyire sokan állítják. Hiszen néhány sorral odébb a Teremtés könyvének második fejezetében olvassuk a csodálatosan szép mondatot, hogy őrizzétek és gondozzátok a kertet, az édenkertet, amelyeket rád bízott az Úr. Igen, azt kell látnunk, kedves testvérek, hogy valóban olyan folyamatok indultak el az ökoszisztémában, a teremtésben, amelyben nagyon súlyos problémákat vet fel
az ember beleavatkozása, rossz értelemben vett uralma, a természet kizsákmányolása, a saját magunk hasznára való teljes mértékű kizsigerelése. Az, hogy a teremtés csúcsán vagyunk, nem jelenti azt, hogy egyúttal ne lennénk része is ennek a teremtésnek, ennek a nagy egésznek, ennek a csodálatos kék bolygónak, amelyet Isten nekünk ajándékozott. A helyzet komolyságát és súlyosságát mi sem jelzi jobban, mint hogy a kék bolygó nagy ismerőse a magyar közönség számára is nagyon-nagyon kedvelt és ismert angol természettudós filmes David Attenborough néhány nappal ezelőtt a következőket mondta. Vegyük észre, hogy betolakodók vagyunk ezen a földön, hogy már elkéstünk, és hogy az élővilág összességében sokkal jobban járna, ha mi emberek nem lennénk itt. Döbbenetes mondatok ezek, kedves testvérek, nem akárkitől. A 95 éves Sir David Attenborough-tól ezt hallani, aki ennek a kékbolygónak egyik legnagyobb ismerője, természettudósa, bemutatója volt sok-sok generáció számára, félelmetes. Elgondolni azt, hogy lehet, hogy ez az egész csodálatos teremtés nélkülünk sokkal jobban és egészségesebben tudna létezni, fölhívja a figyelmünket a felelősségünkre, a gondokra, a bajokra, amelyeket képesek vagyunk okozni. Ezekben a nehéz hónapokban, évben, amiket megéltünk a pandémia idején, többen felvetették azt, kedves testvérek, hogy ennek az egész vírushelyzetnek, járványhelyzetnek, amelynek a forrását, okát még mindig nem tudjuk teljesen, sajnos része lehet az ember kizsákmányoló magatartása, a teremtés megsebzése. Hiszen egyre jobban kizsákmányolva, pusztítva az természetes élőteret, számos olyan állat kerül közelebb a városokhoz, a nagyvárosokhoz, a civilizáció letelepedett világához, amelyek komoly fertőző betegségeket hordoznak, és amik nagyon jól ellennének a saját természetes életterükben, de mivel kiirtjuk őket, kénytelenek tovább állni, több a kapcsolat az emberrel, és több a veszélyes fertőző betegség. De lehetne még számtalan példát sorolni, kedves testvérek, a saját egyéni felelősségünkre ezt mindenki gondolja át, és higgy el, hogy cseppekből lesz az óceán. Ne meneküljünk a teremtés védelmének felelőssége alól a szokásos kibúvókkal, ugyan mit ér az, amit én teszek. Nem tehetek én semmit, majd a nagyok, majd a politikusok. Valószínűleg ez a gondolkodás az, ami a legkevésbé hasznos a társadalom, a teremtés, a környezet és mindannyiunk számára. Kérjük a Jóistent, hogy mi legalább, akik keresztényként, katolikusként tekintünk erre a teremtésre, tudjunk így gondolkodni, hogy a teremtéssel való eleven kapcsolatot átéljék a gyerekek, ahogy most látom, itt többen is sétálgatnak a mezőben. Ez egy olyan élményt, amit újra föl kell fedeztetni a gyerekekkel. Újra át kellene élniük azt, amit Tutajosnak sikerült átélni ott a Tüskevárban. Élményszerűen találkozni a világgal, kedves szülők, talán máskor is egy-egy jó, szép vasárnapon hozzák ki a gyerekeiket, vigyék el az erdőbe, a mezőre, a vízpartra, hogy kialakuljon az eleven és élő kapcsolat, az a tudat, hogy része vagyunk ennek a teremtésnek. Végezetül egy másik csodálatos magyar elme, tudós imádságával szeretném befejezni, kérve Isten áldását a Majsai földre és a világra. Szent Györgyi Albert Psalmus Humanusából idézek néhány sort. Imádság ez, ő is keresztény hívő ember volt. Csodálatos, olvasásra érdemes. Ennek befejező soraival kérjük a mennyei atyát, aki ránk bízta a teremtést,
hogy tegyen bennünket méltóvá arra, hogy uralkodjunk rajta, alakítsuk és formáljuk ezt a világot, amelyben élünk. Istenünk, add, hogy a teremtésben társaiddá legyünk, hogy megértsük és tovább jobbítsuk tetteid, hogy itt a földünkön biztos otthonra lejjen a jólét, a boldogság és a harmónia. Ámen. Kedves testvérek, most akkor megkezdjük a határ megáldását az első égtáj felé. Most imádkozzunk, testvérek, hogy a sötétség ártó hatalmát és a rossz időjárást győzze le Krisztus Urunk evangéliumának világossága. Aki gondolsz a madárra, köntöst adsz a kis virágra, kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Bizalommal tekintenek fel rád mindenek, Uram, s te adsz neki keledelt alkalmas időben. Könyörögjünk, gondviselő Istenünk, a te végzéseid mindenkor valóra válnak. Könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Örünk mindenható Istenünk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget. Alázatosan kérünk, hogy földi terményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg csűreinket és pincéinket a gabona és a bor bőségével, hogy azoknak örvendve dicséretet és hálát zengünk neked, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Örvendetek!